Hölgyeim és Uraim, tisztelt osztálytagok, kollégák, barátok, érdeklődő rokonok, családtagok, köszöntöm Önöket a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának mai nyilvános ülésén. Ahogy ezt a meghívóból mindenki tudja, mai osztályülésünknek egyetlen napirendi pontja van. A Magyar Tudományos Akadémia a Műszaki Tudományok Osztályának javaslatára az Akadémia 187. közgyűlésén tavaly május 2-án Dunay Lászlót akadémiánk levelező tagjává választotta, az ő székfoglaló előadására fog ma sor kerülni. Tudományos előadó ülésen fogunk tehát részt venni, de ez egyúttal egy ünnepi alkalom is, ünnepel a tudománynak, azon belül is természetesen a műszaki tudományoknak. Az akadémia életében egy új tag méltó beiktatása. De ünnepez az ismerősöknek, kollégáknak, családtagoknak is, akik hosszabb, rövid ideig részesei lehetnek ma is ennek a kutatói életpályának, amely egy fontos állomásához érkezett ma. És ünnepez magának az előadónak is, hiszen a mai alkalommal egy különleges és egyedi alkalmat kap arra, hogy egy ilyen közönség előtt, egy ilyen környezetben ismertethesse, összefoglalhassa tudományos munkásságának, életpályának legfontosabb eredményeit. Dunay László a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Az építőmérnöki kar dékánja, 2008 óta az akadémia doktora. Munkásságában a tudományos kutatás és a mérnöki alkotó tevékenység azonos súlyával jelen. Meghatározó szerepet tölt be azoknak az acélszerkezeti méretezési elveknek a kialakításában, vizsgálati módszereknek a kidolgozásában, amelyek nélkül a korszerű acélszerkezetek gazdaságos és kellően biztonságos méretezése ma már lehetetlen. A Lisszaboni Műszaki Egyetemmel közös összvérszerkezeti kutatási eredményeit az Egyesült Államok földrengés szabványa alkalmazza. A vezetésvel kidolgozott új méretezési eljárásokat hazai és nemzetközi szinten használják innovatív, vékonyfalú szerkezetek fejlesztése és tervezése során. Az európai szabványok hazai bevezetésében is kulcs szerepe volt. A hazai dokumentációkat kidolgozó acél- és összvérszerkezetek albizottság elnöke, a földrengés albizottság tagja volt. Jelenleg az Európai Acélszerkezeti Szövetség tagjaként részt vesz az acélszerkezeti szabvány továbbfejlesztésében, a vezetésvel kidolgozott méretezési eljárások beépültek az Eurocode acélszerkezeti szabványba. Az acélszerkezetek méretezésére vonatkozó tudományos közleményeinek száma 200 felett van, ebből számos könyv, könyvrészlet, 70 folyóiratcikk, szabadalma is van, 9 tervezési segédletet készített, publikációra több mint 400 független hivatkozást kapott. A Magyar Mérnöki Kamara hitszerkezetek tervezésére kiterjesztett vezető tervezője és szakértője. Személye összefonódott az elmúlt évek jelentősebb acélhídjainak tervezési munkáival. A Dunaújvárosi Pentele híd, a Kvassai Dunaág híd, valamint a Sárvári Rába híd társtervezője, a Megyeri híd, az M0-as Déli Duna híd, Rákóczi híd és a Tiszavirág híd független ellenőre szakértő közreműködője a történelmi budapesti Dunai hidak felújításának, mint a Szabadság híd, Margit híd, Déli összekötő vasúti híd, valamint a Móra Ferenc Tisza híd építésének. Az utóbbi évtizedben valamennyi jelentős Duna és Tisza híd, összesen 12 híd próbaterhelését Dunay László irányításával hajtották végre. Vezetésével valósult meg az első két hazai híd monitoring rendszer, a Tiszavirág hídon és az M0-as Déli Duna hídon. Irányítja a BMS Szegedi Eli Lézerközpont építéséhez kapcsolódó független szakértési tevékenységet. Vezetésével az elmúlt 3 évben 4 jelentős ipari hátterű acélszerkezeti K+F projekt valósult meg. Tervező és kutató munkája mellett kutatás szervezői tevékenysége is kimagaslóan eredményes. Tagja a Fritz Engineering Research Society-nek, az Association of Steel Concrete Composite Structures-nek, membretlás tagja a Structural Stability Research Council-nak, elnöke a Eurosteel Steering Committee-nek és tagja a European Convention for Constructional Steelwork Executive Committee-nek. Hazai közéleti tevékenységéből kiemelhető tagsága az Akadémia Szilárd Testek Mechanikája Bizottságában, a Földrengési Bizottságban, illetve a közgyűlési képviselői munkáját is megemlíthetjük. Titkára az International Association of Bridge and Structural Engineering Magyar Nemzeti Bizottságának, elnöke a Közlekedéstudományi Egyesület Mérnöki Szervezetek Szakosztályának, elnökségi tagja a Magyar Acélszerkezeti Szövetségnek.
Az élő ipari feladatok igényei alapján megfogalmazott kutatási programjaiba folyamatosan bekapcsolja az általa irányított jóképességű hallgatókat. Eddig 14 doktorandusszal védte meg eredményesen PhD dolgozatát. Tanítványai közül 8-an az műegyetem oktatói, 4-en Bolyai ösztöndíjasok, egy tanítványa pedig akadémiai ifjúsági díjat kapott. Szakma irányításával az eddigi 41 TDK dolgozat és több mint 150 diplomamunka készült el. Több mint 25 nemzetközi konferencia szervezésében vett részt, ezek közül kiemelkedik a vezetésével 2006-ban, illetve 2011-ben Budapesten megszervezett IABSCE szimpózium és a Eurosteel Conference. Egy hazai folyóirat mellett szerkesztőbizottsági tagja szakterülete 3 meghatározó nemzetközi folyóiratának is. Oktatói-kutatói tevékenységét elismerték Széchenyi professzori ösztöndíjjal, az angol nyelvű képzés kiváló oktatója, a ProProgressio BME oktatói díjazottja, a Magyar Művelődésügyi Minisztériumtól elnyerte az Apáczai Csere János díjat, számos OHV díjat kapott a Műegyetem építőmérnöki karán. Kutatásai eredményeiért 2009-ben akadémiai díjat is kapott. Ajánlói voltak Finta József, Gáspár Zsolt, Józsa János, Kaliszki Sándor, Kollár László és Somjódi László. Ezzel átadom a szót Dunai Lászlónak. Ahogy mondani szoktuk, ez a nap a tiéd. Kérlek. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket, és mindenkinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást erre a számomra különleges alkalomra, a székfoglaló előadásra. És bár bármit is adott elő az ember már életében, itt azért egy kis feszültség még jelen van. Remélem, hamarosan belerázódok. Előadásom címe Acélszerkezetek tradíciós innováció. Előadásom mottójául egy Széchenyi István idézetet választottam, miszerint a réginek az újjal célszerű egybeházasítása gyakran a dolog bölcsészete. Máskor a réginek a gyökeres tőli megsemmisítése és az újnak a gyökeres felállítása szükséges. Ennek az idézetnek mindkét bölcselete megjelent a tudományos tevékenységemben, és úgy gondolom, hogy ebben az előadásban is szemléltetni tudom. Rögtön két hídnak a példáján mutatom meg az újnak és a réginek a találkozását. Megpróbálok mozogni ezzel a mikrofonnal egy kicsit. Az első híd, amit megmutatok, az a Brooklyn híd, New Yorkban épült 1870-1883 között, 486 méteres támaszközzel, impozáns szerkezet. Jóval később, 2016-ban adták át a harmadik Boszporusz hidat, Jabu Szultán Szelim híd, 1408 méteres támaszközzel. Miért mutatom be ezt a két szerkezetet itt egymás mellett? Amiatt, mert a két szerkezet azonos és nem megszokott szerkezeti rendszerű. Kezdem a Brooklyn híddal, amelyet úgy terveztek, hogy ismerték a kötél görbének az egyenletét, arra felfüggeszthető a pálya, és akkor ez egy függő híd lenne. Nem az lett, hanem egy kombinált, függő és ferdekábeles híd. Úgy hozta, hogy a kábelt, amikor leszállították, ellenőrizték a szilárdságát, alacsonyabb volt a tervezetnél, emiatt úgy döntöttek, hogy Kerdannal után szabadon szemmértékre még 250 átlós kábellel is felfüggesztették, biztos, ami biztos. Ugyanez a szerkezeti rendszer jelent meg a harmadik Boszporusz hídon is, kombinált ferdekábeles és függő híd, úgy is mondhatnám, hogy a ismert Duna hídjaink közül, mint hogyha az Erzsébet hidat kombinálnánk a ferdekábeles Megyeri híddal. Itt egészen más okozta ennek a kombinált rendszernek az alkalmazását, világrekorder szélességgel épült, 60 méter a hídnak a szélessége, vegyes
vasúti és közúti forgalommal, a vasúti pályát a függőrendszer, ferdekábeles rendszer pedig a közutat támasztja meg, függeszti fel. Amíg ennél a hídnál jó részt a tapasztalat számított, technikatörténészek szerint mintegy 60 kábelhídnak a katasztrófája kellett ahhoz, hogy ez a híd megépíthető legyen. Addig itt természetesen egy tudatos, magas szintű analízis és méretezés eredményezte ezt az impozáns alkotást. Hogyan haladt a tartószerkezetek számítása ezen az úton? Röviden, a számításnak az alapelveiről és utána a fejlődési folyamatról. Tartószerkezetek számításának szokás szerint két oldalát szoktuk megkülönböztetni. A bal oldalon a szerkezetet érő hatásokból számítjuk ki a szerkezet modelljén a szerkezeti viselkedésre utaló állapotjellemzőket. Másik oldalon a szerkezet nem kívánatos állapotát jellemezzük, úgynevezett határállapotokkal, és a határállapot definíciója majd a határállapotnak a számítása alapján meg tudjuk határozni annak az állapotjellemzőnek a korlátját, amiket összevetve megítélhető a szerkezetnek a biztonsága. A bal oldalt analízisnek, a jobb oldalt méretezésnek nevezzük. Hogy működött ez a klasszikus módszertanban? Úgy működött, hogy olyan szerkezeteket gyártottak, lásd a Brooklyn híd, amit ki tudtak számítani. Ezt úgy nevezték, hogy számítható szerkezet, kézi számítással az akkori fejlettségnek, természettudományi, műszaki tudományi fejlettségnek megfelelően számítható szerkezetek készültek, a kézi számítással pedig olyan állapot jellemzők, amelyek viszonylag kevés információt adtak a szerkezet tényleges viselkedéséről. Ezt számítási segédmennyiségnek neveztük inkább, mint tényleges szerkezeti viselkedés tükröző állapot jellemzőnek. Ha itt kevés a bizonytalanság, a sok bizonytalanságot a másik oldalon, a korlátban kell figyelembe venni. A korlátban először még tapasztalatok alapján, későbbiekben, kísérletek alapján lehetett meghatározni azokat az úgynevezett szemi-empirikus határgörbéket, ami alapján szerkezet méretezése végrehajtható volt. Kezdetekben, 1800-as évek közepétől a kézi számítás fejlesztése oda vezetett, hogy minél bonyolultabb szerkezeteket tudtak kézzel számítani, és ebben volt úttörő tanszékvezető, elődöm, műegyetemi professzor Kendő Antal, aki kidolgozta azt a grafostatikai eljárást, amivel lehetővé vált függő szerkezeteknek oly módon való méretezése, hogy a függesztőrendszer a gerendával, az úgynevezett merevítő tartóval együtt dolgozik. 1890-ben ebben az intézményben Kedr Antal megvédte, illetve akadémiai székfoglalójában bemutatta a lánchide merevítő tartóinak grafikai elméletét, grafostatikai módszerrel ki tudta számítani azt a hidat, amit utána 8 évvel később kezdtek el építeni, az Erzsébet lánchidat, a világhírű, nagyon sokáig kategóriájában világrekorder hidat. 1898-1903 között épült, azzal a grafostatikai analízissel meghatározva az igénybevételeket, amelyet Kedr Antal a székfoglalóban mutatott be. Számos innovatív jelleggel ez volt az első híd, amely acél pilonnal épült, változó keresztmetszetű rácsos tartóval, ezek nagyon újszerű megoldások voltak akkor. Ez a módszer tette lehetővé, hogy a Széchenyi lánchidat is megerősítsék, átépítsék. A Széchenyi lánchíd 1840-1849 között épült. Lánchgörbét ismerték, William Tierney Clark ez alapján megtervezte legnagyobb támaszközű hídját.
És ez a híd sem tartalmazott merevítőtartót, minthogy nem tudták kiszámítani. Faszerkezetű pálya, illetve elhanyagolható merevségű merevítőtartó épült. Ahogy változott a forgalom, ahogy kopott a faszerkezet, egyre nagyobb problémát okozott a dinamikai viselkedés ennek a szerkezetnek. Nagy lengések következtek be, és már 30 évvel a megnyitás után át akarták építeni. Ez az átépítés akkor nem történt meg, akkor a Margit hidat építették éppen 1870-es években, viszont 1914 és 15 között teljesen átépítették a hidat, csak a pilonok maradtak meg, a kapuzatok, teljesen új függesztőrendszert és új merevítőtartót kapott. A merevítőtartónak a képe jól látható, hogyha a pályán átmegyünk, két oldalt itt megjelennek a szögecselt, nagy merevségű rácsos tartó. Megint csak Kede Antal számításai alapján lehetett a szerkezetet átépíteni, amivel megoldódtak a dinamikai problémák. Gyakorlatilag mai napig így működik a híd, majd erre még visszatérek későbbiekben. A fejlődés mind technológia szinten, mind pedig a természettudományos ismeretekben, számításban rohamosan fejlődni kezdett az 1900-as évek elejétől, és megjelentek a legek. Az 1930-as években megépült New Yorkban az Empire State Building 380 méteres magassággal, acélszerkezet, megépült a Golden Gate híd 1933-37 között 1280 méteres maximális támaszkőzzel. Akkor épültek meg ezek a szerkezetek, amikor annyi ismeretünk volt a szerkezetekről, hogy az amerikai szabványnak összesen 15 oldala volt. Hogyha itt a tervező kollégáknak elmondom most ezt, és a mostani eurókódnak a több száz, inkább ezer oldalára gondolunk, ez valóban, ahogy a hallgatóimnak mondani szoktam, ez újkori csodának számít, hogy ezek a szerkezetek megépíthetők voltak. Ezzel a fejlődéssel az is lehetővé vált, hogy a klasszikus kézi számításhoz igazított konstrukciós elv, az úgynevezett hierarchikus konstrukciós elv helyett integrált szerkezeteket lehetett építeni. Amit itt látunk, egy heggesztett szekrénytartó. A heggesztett szekrénytartóban a pályaszerkezet, úgynevezett ortotró pályaszerkezet több funkciót is ellát, integrált rendszerben, szerepben jelenik meg. A fejlődés azért nem volt zökkenőmentes. 60-as évektől gyorsult fel ezeknek a szerkezetnek az építés. Ugye 64-ben építették újra az Erzsébet hidat, akkor a főtartó még szögecsel, de a pályaszerkezet már hegesztett. 69-71 között 5 publikált katasztrófáról számoltak be, mind szekrénytartós hidakhoz kapcsolódott. Ez a kép éppen a Koblenci Rajna hídnak a szerelés közbeni leszakadását mutatja. Ez felhívta a figyelmet a méretezésnek a gyenge pontjaira. Ezen a területen professzorom, tanszékvezető elődöm, témavezetőm, Halász Ottó dolgozott, és a 1983-ban, 34 éve, majdnem napra pontosan ezen a napon, február 23-án tartott akadémiai székfoglaló előadásában a tartószerkezetek méretezésében a modell és a valóság viszonyát elemezte. Többek között annak a méretezési folyamatnak és modellezésnek az elemeit vizsgálta, amelyben a kis szabadságfokú rúdmodellből kiemelte a nagy szabadságfokú általa részlet kiemelőnek nevezett modellt, és vizsgálta a visszahatást, amikor az eredményeket visszaépíti a globális modellbe.
Megmutatta, hogy többek között ez az inkompatibilitás is szerepet játszott azokban a hitkatasztrófákban, amelyek a merevített lemezek miatti stabilitási problémákat, illetve leszakadásokat okozta. Én 1983-ban fejeztem be az egyetemet, ahogy elhangzott, és akkor váltam halászprofesszor doktorandusszává. Ő ezen a területen indított el a részlet kiemelő modellnek a nagy szabadságfokú vizsgálatával, amelyben véges elemes programot fejlesztettem, akkor még nem nagyon voltak elérhetők a programok, és ennek a programnak a segítségével vizsgáltam nem lineárisan azokat a lemezes szerkezeteket, amelyek a részletkiemelő modellben jelennek meg. 1986. januárjában az első eredményeimet, amit itt látunk, ez is ilyen saját fejlesztésű rajzoló programmal, megmutattam a halász professzornak, akkor ő már kórházban volt, és a doktori disszertációm elkészültét már nem érhette meg, 1986. februárban hunyt el. Az a tevékenység, ami az én tudományos karrieremet jelentette 1980-as évektől, egybeesett az acélszerkezetek szintjén mindenhol megnyilvánuló innovációval. Megjelentek a számítógépek, de nem csak azok, megjelentek az új anyagok, megjelentek új termékek, elsősorban vékonyfalú termékek, gyökeresen megváltozott gyártástechnológia, szereléstechnológia, erre majd látunk példákat is, amely új konstrukciós elveket eredményezett, amelyből teljesen új, eddigiekben ismeretlen viselkedési módok, összetett kombinációs kölcsönhatási jelenségek jelentek meg, erre pedig egy új apparátussal, új modellezési szintekkel, számítógépi analízis és méretezés válaszol. Egy ilyen szerkezetre, illetve egy építési módra mutatok példát. Újkori hídépítésünk egyik büszkeségének mondható a Pentele híd, hiszen világrekorder támaszközzel, egészen egyedi folyóvízen ilyen tömegű szerkezetnél nem alkalmazott, beúsztatásos eljárással, új anyaggal, hegesztési eljárással, csavarozott kapcsolat nélkül készült el. Ez valóban egy olyan hídépítési remek mű, amelyre büszkék lehetnek az alkotói. A innovációhoz kapcsolódó régi gyakorlat meg kellett változzon, minden területen megjelent az úgynevezett paradigmaváltás. Én a tevékenységemet a tartószerkezetek, acélszerkezetek számítási területén végigkövettem ezt a folyamatot, és a tevékenységem jó részt ehhez kapcsolódott. Mind a szerkezeti modellezés szintjén, mind a szerkezeti analízis és a szerkezeti analízis és méretezés összekapcsolásával. Megszűnt az, hogy kiszámítható szerkezet, minden szerkezetet ki tudunk számítani. A statikai modellezésben egy új szempont jelent meg, a statikai modellt számítógép számára kompatibilissá kell tenni, ez a numerikus modellezés. Az előbb említett hatás, ellenállás oldali modellek kombinálódni kezdtek. Inkompatibilissá váltak az új rendszerbe, ezek kombinálódtak, sok esetben integrálódtak. Gyakorlatilag megszűnt a kézi számítás, számítógépi analízis van, ami lehetővé teszi a nem lineáris vizsgálatokat, ami lehetővé teszi, hogy a korábban csak laboratóriumban végrehajtható kísérleteket ki lehet terjeszteni úgynevezett virtuális kísérletekkel. De a hagyományos méretezési eljárások ellenmondásba kerülhettek a számítógépi analízissel. A hagyományos módszerek vajon fel voltak-e készítve az új tönkremeneteli módokra, illetve, ahogy a halász professzor modellén láttuk,
ezek a globális és lokális méretezési eljárások most megváltoztak, meg kellett, hogy változzanak. Nem zökkenőmentesen. Nagyon sok ellentmondás, nagyon sok meglepetés érte a kutatókat és a mérnököket, és természetesen nagyon sok esetben ez szakmai vitákhoz is vezetett. A magam és csoportom által végzett kutatások nagy része arra a folyamatra irányult, amit itt látunk. Szerkezettől hogyan jutunk el a méretezésig ebben az új módszertanban? Hogyan alkotjuk úgy a statikai modellt, hogy már abban is figyelembe vesszük a numerikus módszernek a sajátosságait? Hogyan tudjuk ezt a számítógép analízis számára befogadhatóvá tenni, oly módon, hogy a számítógépi analízis nem egy lineáris analízis, hanem egy nem lineáris analízis, ezzel is kompatibilissá kell tenni ezt a modellt, és nem utolsó sorban, amikor egy új számítási eljárással megérkezünk egy olyan méretezéshez, amely hagyományosan erre nem volt felkészítve. Ennek a folyamatnak a legpontosabb módszere ebben a pillanatban az úgynevezett számítógépi szimulációs méretezés, amikor amellett, hogy nem lineárisan oldjuk meg a szerkezet modelljét, figyelembe vesszük a szerkezetben az imperfekciókat. Gyártásból minden szerkezetben vannak imperfekciók, maradó feszültségek, illetőleg geometriai hibák. Ezek figyelembevételével már a szerkezeti analízisben, mondhatnám a tartó szerkezeti számítás bal oldalán, figyelembe tudjuk venni a tényleges, valós szerkezeti viselkedést. Itt az állapot jellemző nem egy feszültség, nem egy igénybevétel, hanem leginkább egy jellemző erő-elmozdulási egyensúlyi út. Ez alapján úgyis felfoghatjuk, hogy egy tényleges kísérletet végrehajtunk a szerkezeten számítógépi szimulációval, és az alapján ítéljük meg a biztonsági szintet. Hogy viszonyul ez a szabványhoz? Hogyan épül be a szabványba? Hát azt mondhatnám, hogy lassan. Nagy fejlődés számítógépekben, nagy fejlődés az analízisben, és ezt egy megfelelő késéssel tudja követni a szabványosítás. 2005-ben az Eurocode első generáció szabványban megjelentek a lehetőségek, hogy már így lehet számítani. De még nincsen olyan alkalmazási szabály, legalábbis kiterjedve a teljes szerkezet, ami lehetővé teszi ennek a módszertannak a gyakorlatban való alkalmazását. 2020-ban megjelenik az új generációs Eurocode szabvány. Ebben a szabványban a VEM alapú szabványosított méretezés minden területen egymással összefonódva, egymást támogatva a különböző méretezési eljárásokban megjelenik. Én vagyok a vezetője annak a nemzetközi munkacsoportnak, amely a következő 3 évben ezt a munkát elvégzi, és a CEN, az Európai Szabványosítási Szövetség megbízásából a következő szabvány változatba ezt le fogjuk tenni az asztalra. Hogyan változott a méretezés elmélet az új módszertannak megfelelően? A méretezésben mindig kísérletből indulunk ki. A valós kísérletekből levezetjük, ahogy említettem, a szemi-empirikus határmérvéket, és abból azt mondjuk, hogy validáljuk azt a módszert, ami alapján méretezünk. A kísérletek szerepe nagyon fontos továbbra is. Ezek a kísérletek azonban már más célt szolgálnak. Ezek a kísérletek úgynevezett verifikációs kísérletek, amivel
a numerikus modellt kell ellenőriznünk, és ezután ezzel a numerikus modellel, amely kísérlet által bizonyítottan jól működik, a véges elemes analízissel vagy közvetlenül a méretezést kiszolgáljuk, vagy véges elemes szimulációt alkalmazunk, vagy, ami egy nagyon komoly lehetőség az új eljárások kidolgozására, virtuális kísérletekkel a kísérleteket, ami néhány darabos kísérlet, több száz, több ezer nagyságrendre ki tudjuk terjeszteni, és így a virtuális kísérletekkel prototípust tudunk fejleszteni, tervezési jellemzőket tudunk vizsgálni, vagy új módszert tudunk fejleszteni. Hogyan jelent meg a paradigmaváltás az oktatásban? Az előbb említett fázis eltolódás az analízis oktatása között és a méretezési eljárásban megjelenő oktatásban késés volt. Én 80-as években tanultam még kézzel kiszámolni szerkezeteket, amikor már az alaptárgyi tanszéken nem lineáris végesselmes programokat fejlesztettünk. A két dolog elment egymás mellett, nem tudott még kombinálódni. Elég sok idő eltelt addig, amíg ezt a szemléletet egyáltalán alkalmazni lehetett, hiszen meg kellett várni azokat a számítógépeket, amelyek már az asztalon működtek. 1990-es évektől ez megvolt, ekkor indítottam el TDK munkákban, diplomunkákban azokat a kollégákat, akik közül néhányan itt is vannak most. Ezt a folyamatot pedig felgyorsítottam, azaz Európai Oktatási Együttműködési Projekt, a Tempus projektek, amelynek következtében már megjelenhettek új tárgyaink, új tárgyainkban is ez a szemlélet. A új tárgyak pedig már új, teljesen ebbe az irányba mutató specifikációként jelentek meg, és most pedig dolgozunk egy nemzetközi MSC szak alapításán is. Nagy csapattal végeztük ezt a munkát, egyre bővülő csapattal. A bal oldalon láthatók azok a doktoranduszok, akikkel együtt dolgoztam. Az évszám azt jelenti, hogy mikor szerezték meg a fokozatot. Nagyon sokan a doktoranduszaim közül most már munkatársaim lettek akár a tanszéken, akár másik tanszéken, és itt a jobb oldalon már az látható, hogy az ő doktoranduszaik hányan vannak, hogyan védtek, tehát az én szempontomból ők már a doktorandusz unokák. Ezekkel a kollégákkal szerkezeti kutatásokat folytattunk. A szerkezeti kutatások mind-mind gyakorlati problémákból indulnak ki. Való szerkezeti probléma megoldása a cél, és ehhez az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kutatásfejlesztésnek az eszköztárát alkalmazzuk nagyon erős ipari és nemzetközi együttműködésben, amelynek az eredménye megvalósult szerkezet, illetve méretezési eljárás a sok-sok PhD dolgozatban. Hát eddig tartott az első része az előadásnak, a második részben példákat szeretnék bemutatni, szerkezeti példákat. Vékonyfalú szerkezeteket mutatok be először, utána szeizmikus kutatásokat, majd szimulációs méretezés kapcsán sok olyan szerkezetet, amelyet nagyjából mindnyájan ismerünk. Itt szeretném elmondani és elnézést kérni az ipari kollégáktól, cégektől, hogy sajnos nincs lehetőségem bemutatni valamennyi szerkezettel, céget, akikkel együtt dolgoztunk, úgyhogy neveket nem említek, cégeket nem említek, viszont az adott diák alján a doktorandusz hallgatók nevét feltüntettem, akikkel az adott projektben együtt dolgoztunk. Hát kezdjük akkor a vékonyfalú szerkezetekkel. Amit itt látunk, az egy könnyűvázas épület, amely horganyzott, vékonyfalú acélelemekből épült. Hát így ránézésre ez egy nagyon egyszerű dolog.
vesszük ezeket a szerényeket, és akkor egymáshoz csavadozunk, és felállítjuk, és készen is vagyunk. A dolog nem ilyen egyszerű. Ezek a vékony falu elemek nagyon összetett viselkedési módokat produkálnak. Nem véletlen, hogy korábban ezt nem alkalmazták. Ezekben a szerkezetekben az összes korábbi konstrukciós szabály fel van rúgva a feje tetejére állt. Itt, ezekben a szerkezetekben minden szerkezet külpontos, nincs olyan, hogy síkbeli keret, és nem lehet alkalmazni azt a modellt, amikor a globális modellből kiemeljük a lokális modellt, olyan összetett stabilitási jelenségek jelennek meg. A keretre egy példát mutatok. A szerkezetek viszonylag kisebbek, emiatt valós kísérletet laboratóriumban is végre lehet hajtani. Itt egy valós kísérletnek a tönkremeneteli módját látjuk, amikor egy keretlábnak a stabilitási tönkremenetele jelent meg. Három ilyen kísérletből megfelelő módon megtervezve meg lehetett találni a specifikus tönkremeneteli módokat, ebből meg lehetett építeni azokat a numerikus modelleket, amiből utána nagy számban végezve a nem lineáris vizsgálatot egy olyan méretezési eljárás volt fejleszthető, amelyből utána már sorozatgyártás, illetőleg egyedi szerkezetek tervezése lehetővé vált. Egy másik nagyon érdekes szerkezeti elem, ez a Z alakú, úgynevezett szelemen, másodlagos gerenda. Hát ennél egyszerűbbet aztán tényleg nem nagyon lehet kitalálni. Ennek ellenére egyet kell értsek azzal az angol professzor, aki egy konferencián azt mondta, hogy aki Z-szelemen tud méretezni, az mindent tud az acélszerkezetekről. Valóban így van. Olyan összetett jelenségek jelennek meg benne, amelyet, hogyha pontosan követni akarunk, az egy nagyon komoly apparátust igényel, mindenek előtt kísérletet, és a kísérletekre verifikált modell. Itt megjelennek a kényszertengely körüli nem alaptartó kifordulás jelenségei, a torzulásos forpadás, az egymásba toldással kialakított illesztéseknek az érintkezési problémái, ott megjelenő lokális stabilitások, hát nagyon szép PhD dolgozatoknak való téma, lett is belőle néhány. Ebből utána méretezési eljárás lett megint csak az eredmény, amire algoritmust lehetett kidolgozni, és abból méretező program lett az eredmény. Hogy tovább bonyolítsuk a helyzetet, ehhez a vékony falu szelvényhez egy sokkal bizonytalanabb anyag jellemzőkkel bíró betont is hozzá köthetünk, és akkor összvér szerkezetet kapunk, összvér szerkezetű födémet, illetve összvér szerkezetű falpanelt vizsgáltunk kutatás során, megint csak kísérlettel, valós léptékű kísérletekkel, véges elemes szimulációkkal, és utána visszavezettük ezeket olyan számítható méretezési eljárásra, ami alapján a gyakorlatban ez méretezhetővé vált. Következnek a szeizmikus kutatások. Amit látunk, az egy disszipatív szerkezetnek a tönkremeneteli módja, katasztrofális földrengés Tohokuban 2011-ben. Ezeknek a szerkezeteknek a jellegzetessége, hogy a földrengés energiáját nagy képlékeny alakváltozásokkal el tudja nyelni, de nem szakad le, ahogy ez a példa is mutatja. Amikor az Amerikai Lehigh Egyetemen, illetve Japánban az Oszakai Egyetemen voltam hosszabb ideje kutatómunkában, akkor ilyen típusú szerkezeteket vizsgáltam, diszipatív keretszerkezeteket, illetve későbbiekben majd megjelenik a kihajlásbiztos merevítés is. A sarok merev keretre egy példát mutatok itt, Kobében fotóztam, miután 2005-ben volt a pusztító földrengés, itt egy fokig keletkezett egy épület, összeomlott, itt látható egy acél sarokmerev szerkezet, diszipatív szerkezet, amelynek az energiáját képlékeny amely a földrengés energiáját el tudja nyelni képlékeny alakváltozásokkal. Ehhez az anyagnak
a képlékeny tulajdonságait kell ismerni, ciklikus teherre. Több mint 20 éve, 30 éve ezzel foglalkozunk is, hiányos volt a kísérleti háttér, főleg európai acélokról gyakorlatilag nem tudtunk semmit, illetőleg nem volt meg az a számítógépes háttér, amivel egy megfelelő hiszterézist mutató anyagmodellt lehetett volna fejleszteni. Egy megfelelő eszköz beszerzésével, megfelelő számítógéppel utóbbi években ez sikerre vezetett. Korábban elkezdtünk disszipatív csomópontokkal foglalkozni, ahogy a bevezetőben is elhangzott, a Lisszaboni Egyetemmel, Luis Calado professzor barátommal, aki megtisztelt azzal, hogy itt van közöttünk, thank you Luis, és közös témavezetésekkel együtt dolgoztunk ilyen kialakításokon, ahogy elhangzott, ezeknek az eredménye is megfelelő módon feldolgozva, kiterjesztve bekerült méretezési szabványokba is, már azon a szinten, ami a mechanikai modell kézzel is számítható, vagy legalábbis nem nagy számítógépes apparátussal számítható változatához elérkeztünk. Szó volt a disszipatív szerkezeti elemek között erről a bizonyos kihajlás biztos ruddal. Megbízunk, arra kért minket, hogy ezt a rudat, ahol nagy képlékeny alakváltozásokkal nagyon stabil hiszterézis viselkedés érhető el. Vizsgáljuk meg a mintadarabokat. Erre a mintadarabra a már megvizsgált ciklikus képlékeny anyagmodellel, további vizsgálatokkal nagyon szép eredményeket értünk el az optimalizálásában a szerkezeti paramétereknek. A földrengés vizsgálatok köre kibővült. Ez jó részt nagy erejű földrengésekre ad olyan megoldásokat, amit láttunk az elején is. Azonban 2005 óta Magyarországon kötelező a földrengéses méretezés minden építményre. Ez azt jelenti, hogy nagy kihívás volt, és az is a mai napig a tanszéknek, illetve általában a műegyetemnek azokat a kutatásokat elvégezni, amelyek a mi viszonyaink között a mérsékelt szeizmicitás esetén adnak választ arra, hogy hogyan kell konstruálni, illetve ezen viszonyok között méretezni a szerkezeteket. Ezt külön csoportok vizsgálják a tanszéken és az egyetemen. És következik a szimulációs méretezés, amelyre jelentős, különleges acélszerkezeteken keresztül szeretnék mutatni példákat. Ez a szemléltetés az MNU déli Dunahíd szerelésének a szimulációja 2012-ből, erre majd visszatérek, de előtte a Pentele híd modellkísérletéről beszélnék. Amikor elkezdték a tervezők a munkát, akkor felmerült az, hogy a magyar szabvány, ugye ez a híd még magyar szabvány szerint volt méretezve, megfelelően írja le egy ilyen új jellegű szerkezetnek a stabilitási jelenségeit, itt történetesen a ívhord padást, mind az ív sikjában, mind pedig arra merőlegesen. 9 méteres modellen vizsgáltuk a jelenséget, megint csak kibővítve, kiterjesztve numerikus szimulációval igazolható volt a méretezési eljárásoknak a megfelelő biztonsági szintje ilyen újszerű szerkezetekre is. Nagy kihívás volt a beúsztatás. Nagyon sok műszaki területnek az összefogásával valóban egy bravúros megoldás volt ez a szerelés technológia. Mi azt a feladatot kaptuk, hogy az ív, amely alapvetően nyomásra viszi a terhet, egy ilyen igen nagy koncentrált erőbevezetésre megfelel vagy sem. Erősítés után sem volt kimutatható a magyar szabvány, Eurocode szabvány hagyományos méretezési eljárásaival, hogy megfelel. Egy pontosabb modellel
és egy BGSMS szimulációval kimutatható volt az a biztonsági szint, amely ezt a nem teljesen kockázatmentes műveletet utána lehetővé tette. Hozzáteszem, hogy egy nagyon neves nemzetközi hittervező cég kapta feladatul ennek a független ellenőrzését. Ők nem ezzel a modellszinttel dolgozva nem tudták kimutatni a megfelelő teherbírást, és ennek megfelelően nem is adták nevüket ehhez a folyamathoz. Következő feladat egy magyar szabadalomhoz, egy acél szerkezetű hűtőtoronyhoz kapcsolódott. Az előző generációs hűtőtornyokat több országban is alkalmazták. A mi feladatunk az volt, hogy a harmadik generációs tornyoknál, amelyek csőszelvényekből épülnek, egy ilyen nagyon összetett, erőjátékú, térbeli csomóponti prototípus modellt dolgozzunk ki, kísérlettel, számítással, és ennek a méretezésére adjunk is javaslatot. A következő képen az 1:3-as kísérleti modelleknek az eredménye látható, lokális héjhorpadások, és mellette azok a tönkremeneteli módokat produkáló modellek, amelyek utána azt eredményezték, hogy a új prototípust ki tudtuk dolgozni. Móda Ferenc Tiszahídról említés volt, ez egy újszerű szerkezet, feszített, függesztett, vasbeton pályalemezzel és fenéklemezzel, és a kettő között ez a kék ez acél és trapéz gerincű kialakítás. Ilyen hidakat, amikor épült, amikor a tervezők tervezték, leginkább Japánban gyártottak, építettek, és ennek kapcsán egy tanulmányi úton Japánban meg is néztünk néhány megépült szép példát. Japán kollégák sem tudtak abban segítséget nyújtani, hogy milyen fáradási jelenségek jelennek meg egy ilyen újszerű kialakításnál, ezért készítettünk egy fáradási kísérlet sorozatot. Itt látható a gerenda, amin ezt végeztünk, itt látható egy nagyon szép fáradt törés, de szerencsére csak laboratóriumi körülmények között. Erre ki lehetett alakítani egy olyan feszültségkoncentrációkat figyelembe vevő modellt, amiből megnyugtató módon meg tudtuk mondani az úgynevezett fáradási osztályt, ami alapján méretezni lehetett. Ilyen hidaknál szerelés során nagyon sokszor mértékadó tönkremeneteli mód a koncentrált erőbevezetés. Erre európai szabvány akkor még nem volt. Vizsgálatainkat kiterjesztve a teherbírás vizsgálatokra, megint csak kibővítve a numerikus eszköztárral, olyan méretezési eljárást vezettünk le, amely bekerült a szabványba, és most dolgozunk új doktorandusszal olyan vizsgálatokon, méretezési eljárások kidolgozása céljából, amikor összetett igénybevétel állapotra is ezeket a méretezési módszereket kiterjesztjük. Új M03-osi Dunahíd. A két híd látható, a meglévő Összvérhíd, már több évtizede forgalomban, illetve az új híd, ami feltűnő, hogy egészen más az alépítménye, az új hídnak az alépítménye jóval erősebb, annak dacára, hogy kisebb önsúllyal épült. Hát amit az magyaráz, hogy az előző híd még nem volt földrengésre méretezve, ezt pedig már földrengésre kellett méretezni. Ez egy, az új híd egy ortotróp pályalemezes szekrénytartós híd. Hát most már nagyjából mindent tudunk róla. Csak azt nem tudjuk, hogy a gyártásból milyen saját feszültségek keletkeznek benne. Halászottó jövendőlése volt, hogy ami akkor elég utopisztikusnak tűnt, hogy ezt majd numerikus eszközökkel lehet követni, vizsgálni. Több mint 15 éve elkezdtünk ezzel foglalkozni, elméleti módon algoritmizáltuk a problémát, és
most már eljutott oda a hardware háttér, a számítógépek szintjén, hogy ezt a folyamatot szimulálni tudjuk, tényleges méretű szerkezeteknél nagyon sok kutatást folytatunk most ezen a területen, amelynek hatására a hőfolyamatot tudjuk szimulálni, a hőfolyamat szimuláción keresztül pedig eljutunk a feszültséganalízisig, amelynek során a maradó feszültségek, geometriai hibák megjelennek. Azt mondhatjuk, hogy a lemezekből összerakott szerkezetet, a lemezek szerkezet megépülésétől a virtuális kísérleteken keresztül egészen a tönkremenetelig végig tudjuk követni. Ennél a hídnál konkrét feladatunk volt a szerelés technológiának a folyamatos végigkövetése. Ez egy betolásos technológiával épülő szerkezet, amelynek minden mértékadó állapotát függetlenül ellenőriztük. Itt ebben a vizsgálatban megint csak egy szabvány hiány okozta azt, hogy nem tudtuk ezt az összetett szerkezetet oly módon ellenőrizni, teherbírását oly módon kimutatni, hogy a klasszikus elveket használjuk. Amiatt nem tudtuk, mert nincsen olyan eljárás, ami koncentrált erőbevezetés, nyomatékot, nyíróerőt egyidejűleg figyelembe tud venni. Ezt megtettük méghozzá egy olyan globális hídmodellen, amelyben természetesen már nem volt elválasztva, szétválasztva a részletkiemelő modell és a globális modell. Egy modell volt, az viszont hatalmas szabadságfokkal. A következő példák végül is a szimulációra történelmi acélszerkezetek. Két történelmi acélszerkezetet mutatok be. Lánchíd felújítás előtt áll, új pályaszerkezetet kap hamarosan. A másik az Eiffel csarnok, amelyről hallhattunk, hogy az Operaház új próbacentruma és műhelyháza lesz. Mind a két szerkezet jóval több mint 100 éves. Illetve az egyik éppen, hogy több mint 100 éves, de a másik az jóval több mint 100 éves. Mint egy valós kísérletet már végigéltek. Ezek a szerkezetek a élettartamuk során igazolták a teherbírást. Miért van akkor szükség ilyen apparátusra, miért van szükség ilyen modellszintre? Hát a következő ábrákon ezt szeretném megmutatni. Először az Eiffel csarnok példáján. Az Eiffel csarnokot az Eiffel iroda tervezte, állítólag pontos információk nincsenek, de Eiffel csarnoknak nevezik. 1885-ben megépült, hatalmas szerkezet. 110 méter széles, 200 méter, 220 méter hosszú. Ezt a szerkezet 5 évvel, 4 évvel korábban állt, mint az Eiffel torony. A szerkezetet átformálják, új funkcióra tervezik, ami pedig az Operaháza, vagy elhozott új műhelyháza és próbacentruma lesz. Ennek megfelelően a szerkezetet ellenőrizni kell. A szerkezetnek ellenőrizni kellett az állapotát, ellenőrizni kellett a korozióját, ellenőrizni kellett, hogy milyen beavatkozások érték a szerkezetet. Sajnos nagyon sok szakszerűtlen beavatkozás érte, aminek következtében ezeket az imperfekciókat bizonyos vizsgálatoknál figyelembe kellett venni. Ez például az a stabilitás, ami a keretcsaroknál jelenik meg az új terhelési hatások következtében. Nagyon sok egyéb vizsgálat is volt, földrengés vizsgálat, tűzállóság vizsgálat, itt most csak ezt akartam kiemelni. Ezzel a modellszinttel a szerkezet megerősítését, új funkciójára való alkalmassát ételét igazolni lehetett. Következik a lánchíd. Ez nem a mi lánchídunk, ez egy Ohio folyón épült Silver híd, 1928-ban épült, kicsit nagyobb támasz közzel, mint a mi lánchidunk, 213 méter, de ugyanaz a szerkezeti rendszer. A függesztő rendszerben azonban sokkal kevesebb redundanciát építettek be, jóval vastagabb lánc elemekből építették, és kevesebből, egészen pontosan kettő párhuzamos láncemből, mi lánchidunkban több mint 10 van. Párhuzamosan egymás mellett.
Ez a szerkezet, mint minden szerkezet, korrodálódik. A korrózió következtében azzal nem volt nagy gond, hogy a láncszemek keresztmetszete csökken. Azzal azonban gond volt, hogy a csuklók befeszültek. A tényleges állapotban a lánc szemek közötti csuklóknak tökéletesen el kell fordulni, nem tették, befeszülés után nyomaték keletkezett, nyomatékból feszültségcsúcs keletkezett, feszültségcsúcsból repedés indult el, szerkezet 1967-ben leszakadt. A mi láncidunkban is van korrózió. A korróziót a lánckamrában lefotózott lánckötek elemei mutatják, erről jól tud az üzemeltető, évtizedek óta ezt ellenőrzi, a mi laboratóriumunk méréseket végzett, kézben tartjuk, tudjuk. A korrózió mérés eredményei feldolgozhatók voltak valószínűségi modellel, erre korróziós végeselemes modell volt kidolgozható, és ezzel elemezhető volt a lánckötegnek a viselkedése. Itt is befeszültek a csuklók, befeszülhettek a csuklók, nem nagyon tudjuk, majd hogyha dobaterhelés lesz, akkor talán pontosabb méréssel erre lehet következtetni. Most azt lehetett követni a végeselemes analízissel, hogy különböző befeszülések esetén a legkedvezőtlenebb szkenáriót feltételezve is kimutatható a megfelelő teherbírása a szerkezetnek, mind teherbírásra, mind pedig fáradásra. Nagyon szeretjük így leírni felkiáltó jellel, hogy megfelel a szerkezet, fáradásra megfelel. Hogyha az előadás végén valaki Budára át akar menni egy hídon, választhatja ezt a hidat is, biztosan nem fog leszakadni. Végül köszönetnyilvánítás maradt. Elmondtam, hogy doktorandusz generációkkal dolgoztam, a képek is mutatják a doktorandusz generációkat. Nem annyira tanár-diák kapcsolatban, sokkal inkább közvetlen munkatársi, baráti kapcsolatban dolgozom ezekkel a kollégákkal, köszönet nekik. Köszönöm az ajánlóimnak, hogy alkalmasnak találtak arra, hogy én most ma itt állhassak, ahogy elhangzott Finta József, Gáspár Zsolt, Józsa János, Kaliszki Sándor, Korlán László, Somjódi László professzor uraknak köszönöm szépen az ajánlást. Köszönöm szüleimnek, személyesen nem, de ezzel a szülőföldemen, Megyesegyházán készült, ott nőtt tulipán fotójával üzenek. Családomnak köszönöm azt a hátteret, amit nyújtott és mai nap is nyújt számomra, hogy ezt a tevékenységet folytathattam, folytathassam. Az ACI Szerkezetek tanszéken indult a pályafutásom, mondhatnám, műegyetemen nőttem fel. Hosszabb, rövidebb tanulmányutokon, kutatóutakon voltam külföldön, de alapvetően ezen a tanszéken dolgoztam. Később kibővült Hidak és Szerkezetek tanszék lett. Kiváló kollégákkal itt ülnek, köszönöm, hogy eljöttek a teremben. Kiváló hallgatókkal, ők is itt ülnek, nekik is köszönöm, hogy itt vannak. Egy nagyon jó, motivált környezetben, jó hangulatban végezhettem a munkámat. Nagyon sok ipari partnerrel, ők is itt vannak, nekik is köszönöm, hogy eljöttek, és nagyon sok nemzetközi partnerrel, közülük nyilván kevesebben vannak, lehetnek itt. Nagyon sok barátom megtisztelt azzal, hogy eljött gyerekkortól, középiskolán, egyetemen keresztül a jelenlegi focis társaimig. Köszönöm, hogy itt vagytok. És végül mindenkinek köszönöm, hogy megtisztelt azzal, hogy eljött a mai székfoglaló előadásomra. Köszönöm szépen a figyelmet.
Ralph Ellison, 20. századi amerikai írótól származik az a mondás, miszerint oktatni nem tesz más, mint hidat verni. Remélem nem kell magyaráznom, hogy miért éppen ez az idézet jutott eszembe Dunai László munkásságáról. Azt hiszem, hogy nagyon sok kutatótársa irigyli őt azért, hogy éppen egy ilyen látványos szakterületnek lehet a hazai gazdája, meghatározó egyénisége nemzetközi szinten is. Megköszönöm Dunai László előadását, ami a szakmaiság mellett nem nélkülözte a bevezetőben említett ünnepélyességet sem. Ezzel a székfalról előadással Dunai László teljesítette az utolsó feltételét is annak, hogy készhez vegye akadémiai tagságáról szóló hivatalos viaszpecsétes okmányt. Külön örömre szolgál, hogy ezt az oklevelet éppen én adhatom át neked, és én gratulálhatok elsőként. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt.